about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? A több éves hagyományra visszatekintő rendezvény célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a környezetünk, ezen belül a föld és a vizeink megóvásának fontosságára. Idén 8 osztály tanulói, összesen 166 gyermek látogatott el a közösségi házba, hogy játékos feladatok formájában ismerkedjenek meg szűkebb és tágabb környezetünk élővilágával, valamint a környezettudatos magatartás alapjaival. Az április 9-i foglalkozáson 5+1 állomáson kellett helytállniuk az 5-7 fős csapatoknak. A könyvtárban egy internetes energiajátékban próbálhatták ki tudásukat a gyerekek, a színházteremben a vizekhez kapcsolódó találós kérdések és puzzle, az emeleti termekben pedig élőhely, valamint zöldség és gyümölcs felismerés, TED, NETED környezettudatossági kérdések várták az iskolásokat. A rendezvényen a fiatalok megtekinthették Miklós László filatelista, Lepke családok és fajok, a zöld világ, ahogy a művész látja és láttatja, a zöld világ növényvilágából, a zöld világ kék térségének élőlényei, illetve az Európa madarai bélyek gyűjteményeit, melyekhez kapcsolódóan kérdéseket kellett megválaszolniuk. What about killing Phil? A vízvilág napjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, ennek hatására az ENSZ március 22-én nyilvánította e nappá. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét. Életünk minősége közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével, hiszen az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó minőségű víz. Ennek ellenére gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Az 1970-ben életre hívott április 22-i földnapján, csak úgy, mint a víz világnapján, különféle eseményeket rendeznek világszerte, amikkel felhívják a figyelmet a föld természeti környezetének megóvására, hiszen nap mint nap szembesülhetünk azzal, hogy bolygónk veszélyben van. A legsúlyosabbak a talajt, vizeket és a levegőt mérgező hulladéklerakók, a szennyező ipari üzemek, az autópályákból és városi gépjárműforgalomból származó egyre súlyosabb légszennyezések, a fogyasztói társadalom által termelt hulladékok hegyei, a természeti értékek eltűnése, fajok kipusztulása, a vadon kiirtása. Az ilyen programok a kikapcsolódás és szórakozás mellett megpróbálnak kicsit rámutatni, milyen lenne a helyes és követendő életmód, és hogy egyénileg mit tehetünk környezetünk védelméért. A legfontosabb, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát. A gyerekek a feladatok elvégzése után apró ajándékokkal, kitűzővel, műzliszelettel lettek gazdagabbak, és csemegészhettek az emeleten kialakított büfében.